Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szép jó reggelt, kedves nézőközönség! Itt vagyok én, Dani, a mai műsor vezető, és most ebben az adásunkban nem más lesz a MCTV fő csatornáján, mint hogy lesz itt kemény 10 darab szerencsés néző, attól függ, lehet, hogyha kifűnk a műsorodból, akkor csak 8, viszont lesznek itt bizony szerencsés nézők, akik majd választhatnak ládák közül, és a ládák tartalmát bizony meg fogják tudni tartani. Igen, ennyi a lényeg. A ládákban található gyémánt, arany, viszont akár egy igazi, eredeti PGT Danis termék is, amit én fogok neki megvásárolni. Sziasztok! Csekkeljátok le most a shopomat a különleges PGT és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphattok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Adásban te is benne szeretnél lenni, és még akarnál velem is beszélni, akkor nincs más dolgod, mint a Facebook oldalamat a leírásban belájkoljátok, igazából annyira, hogy PGT Dani, azt hiszem, ez a Facebook oldalamnak a neve, szépen kövessétek be, és akkor ott majd kiírok egy olyan posztot, hogy erre a szerverre gyertek fel a Minecraftban, és akkor szépen ti is benne lehettek ebben a következő adásban. No de, ne is húzzuk tovább az időt, jöjjön az első szerencsés nézőközönség, nem más, mint Bence! Köszöntelek a első PGT Dani legyen ön is Minecraft milliárdos című adásunkban, és üdvözöllek. Mutatkozz be, kérlek, gondolom Bence vagy, oké, köszönjük szépen. Válasz egy ládát, kedves Bence. Válasz egy ládát, amit szerinted a PGT Danis termékeket fogja tartalmazni. Válasz ki egy olyan ládát, amiben szerinted azok a termékek lesznek benne. Hármas ön szerint, jó? Hát én nem tudom elmondani, hogy vajon jó-e. Igazából neked kell sajnos eldönteni. Ebbe nagyon-nagyon sok gyémánt van. Mennyi gyémánt van benne pontosan, kedves Bence? Ez az 20 dia? Oké, akkor hát az első nézünk, Bence, nem mással, mint 20 darab gyémántal, lett gazdagabb. Gratulálok, és köszönöm szépen, hogy eljött ebben az adásban, vagy ebben az adásban, és hát akkor találkozunk legközelebb. Viszlát! Oké, jól van. Nos, a következő szerencsés játékosunk nem más lesz, mint anya, milliómos vagyok. A következő szerencsés játékosunk nem más lesz, mint Mária. Köszöntsük nagy szeretettel és naptalsúlyharral Máriát a stúdióban. Üdvözöllek, Mária! Well, nagy szeretettel köszönjük Máriát! Ez az, minden jó. Jó napot kívánok! Nos, kedves Mária, válasz jó egy ládát, és szerinted melyik ládában lesz a PGT Danis termékek egyike, vagy esetleg sokadika? Hát ez nem éppen, de viszont ez egy ilyen Minecraftos gép setup. Kaptál 3 monitort bele, egy ilyen szép kis asztalt, kábelt, minden cuccot, magát a számítógépet. Hát több, oké, végül is gratulálok a nyereményedhez. Nem annyira rossz azért szerintem, ezzel is legalább gazdagabb lettél. Gratulálok, és akkor hát köszönöm. Nincs mit, és akkor szerintem jöhet is a következő nézőnk. Igen, nem tudom, hogy kell összeszedni, de összerakni, de köszi. Nincs mit. Na és akkor a következő nézünk, aki nem más lesz, mint László, vagyis Laci. Gyere szépen, Laci! És a következő nézünk nem más, mint Laci! Szép jó reggel, szép jó napot, Laci! Amúgy eddig kiütöm a ládákat, amiket már úgy kinyitottak igazából. Szóval első volt ez, meg azt hiszem, hogy a 4-es? Ó, nem a 4-es volt, hanem ez volt. Jól van, oké, na, szóval választanod kell egy ládát, és ha esetleg szerencsés vagy, akkor bizony te fogod kinyitni a PGT-s termékek egyikét, ha minden igaz. Jó, oké, mindegy, na, gyors belenéztem egy-két ládába, hogy azok ki vannak már nyitva. Ja, ide hívtak? Igen. Na, válasz egy ládát, amely szerinted a PGT-s termékek lesznek egy vagy kettő? Ez a kettő között gondolkozol? Na várjál, megnézzük először mi, hogy vajon melyikbe lehet esetleg a cucc, ami neked kéne? Vajon melyikbe lehet? Nem is tudom. Egyes vagy kettes? Nem tudom, válasz. Választanod kell. Egyes? Mekkora szerencsés! Megkaptál még hozzá 2 darab PGT Danis pólót, ez az! Gratulálok, Laci! Te vagy az első PGT Danis termékek nyertesének egyike a új műsorunkban, de én csak egy ember vagyok. Így is van, te csak egy ember vagy, szóval, de elég egy. Azt mondod, hogy elég csak egy darab póló?
azt mondta, hogy elég csak egy darab poló. Akkor viszont, hogyha eléneked csak a másikat kisorsolhatod. Ó, oké, jól van. Hát srácok, oké, és hogyha szeretitek ti is nyerni egy PGT Danis pólót, akkor nincs más dolgotok, mint lájkolnatok ezt a videót. Feledkezzetek az összes csatornámra, a PGT Danira, a Dani Game-re, a Dani Kalandokra és a Dani Minecraft-ra. És belájkolni az Instagramomat és a Facebookomat is, természetesen. És a kommentben annyit leírni, hogy megvolt, kész vagyok. És akkor én majd írni fogok neked egy kommentet, hogy szia, te nyertél, vagy valami, hogy esetleg te nyertél. És igazából nagyjából így ennyi a lényeg. Annyi a lényeg még nagyon fontos, hogy azért ne legyetek becsapva, hogy nézzétek meg, hogy én írtam-e, és nem más. Tehát, hogyha én írok ugye nekem, akkor én nagy csatornámon írok, ahol van ugye 106 ezer követőm, szóval nézzétek meg, hogy ki írt nektek, nehogy esetleg valaki kamuból rátok írja, hogy szia, én vagyok Dani, de közben nem is. Nos, de akkor folytassuk is a műsorunkat, a következő nézőnk nem más lesz, mint Márk. Gyere be, Márk, a műsorba, köszöntelek. Szia, Márk, hello, köszöntelek a műsorunkban, jó napot, melyik ládát szeretnéd igazából kiválasztani? Melyik láda lenne az, amit esetleg te meg szeretnél nyerni, és a tartalmát el szeretnéd egyértelmű? Egyértelmű 9, oké, okay, rendben van, vidd akkor a 9-es, hát ez egy telefon és egy PGT Danis telefontok. Hát gratulálok igazából, majd a műsor, ugye, műsor után majd ugye majd megmondom neked, hogy ezt hogy bírod megkapni, meg ilyenek. Na, viszont akkor még mielőtt folytatnánk, én azt mondom, hogy ezt a PGT Danis pólót rakjuk bele a 10-esbe. Úgyis az tört a régi királyság, hello, szia! Szóval, oké, okay, gyors beraktam a 10-esbe még egy pólót, hogy akkor mégis legyen valami nagyobb tétje még a következő nyerményeknek. Szóval akkor viszont amúgy elfogyott a 9-es ládánk is, és bizony elfogyott az első ládánk is, szóval már csak a 2-es láda van, a 8-as láda van, a 7-es, 10-es, a 5-ös és a 4-es. Nagyon jó! Jöjjön a következő kiválasztott! A következő kiválasztottunk nem más lesz, mint Noémi! Gyere be szépen, Noémi! Üdvözöllek a nézők között! Hello, hello! Na szóval, te következel ugye hát a szerencsés nyertesek közül, remélhetőleg. Szóval, hajrá! Válasz egy ládát, nincs más dolgod, amelyikből te szeretnél nyerni és amelynek a tartalmát szeretnéd. Válasz ki valamelyik ládát 4-es, 5-ös között gondolkozol? Hát figyelj, megnézzük, hogy még van. Ebbe nem rossz cuccok. Hát, oké, figyelj! Döntsd el te, hogy vajon melyiket szeretnéd, a 4-eset vagy az 5-öset. Hát, rád bízom teljesen, ez ecpec kimehetsz. Ó, ecpeccel, jaj, csak ne a 4-eset válasz, csak ne a 4-eset válasz a szegény. Jó, gyerünk, jó, oké. Hú, oké, szegény, majdnem kiválasztotta. Jól van, TNT és egy kis redstone fákja. Nagyon király, szerintem azért eléggé jó nyeremény ahhoz képest. Nehogy itt robbansd őket fel. Köszi, hogy eljöttél, szia. Jó van, oké, ez elég gyorsan elment. Na jó van, és akkor a nap utolsó játékosa valószínűleg, aki nem... Jól hallom, hogy robban... Istenem, hogy itt robbangatja a TNT-t. Szóval, a nap utolsó választottja, aki nem más lesz, mint Norbi. Norbi, fáradj be! Wuhú, Jézusom! Léci valaki, kobozz el tőlük a TNT-ket, mert nem itt kéne, hogy felrobban, csak köszönöm. Norbi, fáradj be! Köszöntelek itt a műsorban! Hello, hello! Te vagy a következő, igazából kiválasztott, aki választhat magának egy ládát. És nagyon-nagyon reméljük, hogy jó ládát fogsz választani, és jó dolgokat fogsz élni, viszont az ötös már bizony kiesett, szóval ezt már nem nagyon fogod tudni kiválasztani. Gyorsan tudom nektek, srácok, még mik vannak hátra. Ez igazából 7-es vagy 4-es? 7-es vagy 4-es? Jó pályá. Átrakom ezt. Jó, már kinyitotta. Hát ezt megszívtad. Hát ezt nagyon-nagyon megszívtad. Na jó, tudod mit? Oké, legyünk jó fejek. Mivel te vagy a mai nap utolsó játékosa, ezért kapsz egy ingyen egy PGT Danis pólót. Gratulálok, és köszönöm szépen, hogy eljöttél ebbe a műsorba. Ez az. Szóval kösz szépen, hogy itt voltál, a szerencse az. A szerencse az szerencse. Így is van. Jó van, hogy innen jut ki is, innen... Mi az, hogy innen jut ki senki? Mi? Nem tudom, mit mondott. Ja, hogy... Most befetted izével? Most ez komoly? Úgyis kibírunk jutni az ablakon. Na mindegy! Srácok, köszönöm szépen, hogy tudtok velünk ebben az első műsorban. Ha tetszettek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Meg minden, és találkozunk a következő videóban. Ha még akartok folytást, akkor pedig írjátok le a kommentbe, és bizony lájkoljatok. Kösz szépen, srácok, és találkozunk legközelebb. Mondjuk, mit tudom én, amúgy elérnénk 10.000 lájkot, az menő lenne. Hajrá, rátok bízom. 10.000 lájk, összejön? Reméljük, hogy összejön. Na, találkozunk legközelebb. Sziasztok!